Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy biztonságtechnikai gondolatokat megosztó és egy probléma megoldó videót fogok bemutatni. Azaz, ingyenes VPN telepítése. Általánosságban mindig az a kérdés, hogy mi a VPN és mire való. Én a dolgokat iszonyatosan le fogom egyszerűsíteni. Óriási szakirodalma van, azért a szakirodalom olvasásakor figyeljetek arra, hogy sok helyen elég téveszméket is megosztanak, főleg olyanok, akiknek esetleg érdeke, hogy ABC VPN szolgáltatóhoz menjél, szóval azért nézzétek meg, mi az, amit elolvastok, és mi az, ami nem. Oké, mi az a VPN? A VPN virtuális magánhálózat, olyan technológia, ami a biztonságos és titkosított internetezést teszi lehetővé. Ez jelen pillanatban mindenféle politikai gondolatoktól eltekintve elsődleges. Gyakorlatilag már annyira ellenőrzik, nézegetik az emberek magán internet használatát, hogy az már súrolja azokat a gondolatokat, ami a sajtószabadság, a magánélet, a szólásszabadság határait igazából feszegetik. Tehát legyünk őszinték, nem szeretnénk senkivel semmit megosztani, olyat, amivel esetleg 1-5-10 év múlva vissza tud élni. Olyan szolgáltatást vagy szoftvert jelent, ami az interneten keresztüli adatforgalmat egy másik szerveren keresztül viszi át titkosítással. Azaz, míg én internetezek kívülről, úgy fog tűnni, tehát arról az oldalról, ami a honlapot, a videó lejátszót, a videó tárhelyet, vagy akármit jelenti, fórumot, hogy én máshol tartózkodok. Nem tudják azonosítani, hogy én ki vagyok, illetve ez a cél. Az, hogy ez mennyire valósul meg, hogy kicsit, nagyon, vagy még nagyobban, vagy valamilyen ilyen átmeneti megoldás a jó és a rossz, a kell és nem kell között, az már vita téma lehet, de lényeg. Egy bizonyos fokú védelmet, titkosítást fogunk ezzel a módszerrel kapni. Hogyan működik az internetezésünk? Hát leegyszerűsítettem az egész dolgot, van a saját géped, ez a gép, ami előtt itt ülünk, vagy a telefon, vagy éppen a laptop, amit használsz. Ez hálózatban van kötve, ez a hálózatnak a neve internet. Elég nagy internet van a világon, mindenhol elérhető, különböző módszerekkel, kábelen, vagy pedig olyan megoldásokkal, ami nem kábeles. Én alapvetően a kábeles megoldást szeretem, mivel hogy én viszonylag idős vagyok, sokatoknál idősebb, azért a fizikailag megfogható kábel az valahogy úgy biztonságosabbnak tűnik, mint amikor a levegőben mennek az adatok. Oké, ez az én elgondolásom. Nyilvánvalóan az internethez te nem tudsz csatlakozni. Tehát te nem az internethez csatlakozol, hanem az internet szolgáltatóhoz csatlakozol, tehát egy ilyen hálózatba vagyunk belekötve. Hát megint leegyszerűsítettük a dolgot. Az internet szolgáltató van összeköttetésben a valódi internettel, és hogyha te keresel valamit, tehát beütöd, hogy XYZ honlapot szeretnéd megkeresni, ő rajta keresztül keresed meg. Eljut a kérésed az internet szolgáltatóhoz, illetve a DNS szolgáltatóhoz, ő pedig kiküldi ezt a kérést a honlap fele, hogy hát meg szeretné ez az emberke nézni a te honlapodat, vagy éppen a fórumodat. Oké, ez úgy történik, hogy a honlap megkapja ezt a kérést. Hogyan tudja az a honlap, hogy kinek kell válaszolni, úgyhogy neked, mint felhasználónak, neked, mint ennek a gépnek van egy címe. Ez a cím ugyanolyan cím, mint a postai címed, csak egy jó hosszú számsor, amit az internet szolgáltató ad számodra. Azaz az internet szolgáltató minden ezred másodpercben tudja, hogy az általa birtokolt nagyon sok IP cím, mert így hívják ezt a számot, az éppen kinek van kiosztva. Azaz a honlap tulajdonosa, a honlap fórum, akármi. Tehát ami velem szembe van, amit én nézek, böngészek, vagy éppen odaírok, az tudni fogja az IP alapján, hogy melyik szolgáltatóhoz tartozik, melyik helyhez tartozik az az adott IP cím. Azaz, az internet szolgáltató is, és a honlap is tudja, hogy te hol vagy fizikálisan, hiszen az internet szolgáltató jellemzően kiossza a címeket, ő ossza ki. Tudja, hogy kihez tartozik, ezt neki törvényi kötelezettsége rendesen karban tartani és nyilvántartani. Tehát ő nem hobbiból csinálja a nyilvántartást, meg a logolást, meg a naplózást. Ő neki erre kötelezettsége van,
a honlap pedig tudja, hogy te ki vagy. Tehát az internetszolgáltató, a géped, mondjuk így egyszerűen, elküldi az IP címet a honlapnak, hogy a szegény honlap tudjon neked válaszolni, ő látja az IP-met. Az IP cím, internet protokoll cím, egy egyedi. Na hát itt van a gond, hogy egyedi, tehát hozzám köthető, hálózati azonosító, amelyet az internet protokoll segítségével kommunikáló számítógépek egymás azonosítására használnak. Én nem szeretném, hogy engem azonosítsanak. Nem azért, mert rejtegetni valóm van, hanem egyszerűen nem szeretném azonosítatni magam mindenkivel. Hogyan működik a VPN? A VPN működése során az eszközöt, például a számítógéped, vagy okostelefonod, vagy akármi, az titkosított csatornán keresztül kommunikál egy távoli, virtuális magánhálózati szerverrel. Azaz, beiktatunk még egy eszközt a honlap és közém, ami biztosítja azt, hogy a honlap az összes kérést a VPN-en keresztül kapja. Azaz ő azt látja, hogy a VPN kér tőle valamit. Nem azt látja, hogy én kérek, az én IP címemről érkezik egy kérés, vagy az írás, vagy akármi, hanem a VPN-en keresztül. Azaz, én megmondom, egy titkosítottabb csatornán, én a titkosítottabbra teszem a hangsúlyt, nem mondom, hogy atom biztosan, de egy titkosítottabb csatornán megmondom az internet szolgáltatónak, hogy légy szíves felkeresni az XY honlapot a VPN szolgáltatón keresztül. Azaz a kommunikációba bekerül egy olyan zóna, ami valamilyen szinten elrejti azt, hogy én ki vagyok. Nem 100%-osan, ez nagyon fontos, azaz nagyon fontos, hogy nem 100%-osan, de elrejti. Tehát nem fogja a honlap tulajdonosa, a fórum tulajdonosa azt beazonosítani, hogy én Magyarországon itt és ez az emberke vagyok. Hanem ő csak azt látja, hogy a VPN kiszolgálótól érkezett egy kérés, ami küld neki mondjuk egy doksit, vagy letölt valamit, vagy megnézi azt a honlapot. Ő nem lát engem, csak a VPN-t, mint egy ilyen fekete doboz fogja látni. Azaz azt látja, amit a VPN küld, így engem nem ismer fel a honlap. Ez jó. Ez mindenképp jó. Ami azt jelenti, hogy én valamilyen szintű anonimitást szerzek, az mindig jó az interneten. Az internet egyre mocsarasabb, egyre undorítóbb lesz, egyre kevesebb mindent szeretnék megosztani akárkivel. Oké? Tehát itt nincs diszkrimináció, én egyetlen egy honlapnak nem szeretném elküldeni azokat az adataimat, hogy én például hol lakom. Vagy egy fórumra, ha írok, nehogy már azonosítani tudják az, hogy én írtam. Nem azért, mert én olyat írok, amit nem merek felvállalni, hanem csak. És bármilyen olyan kérdése, hogy miért csinálja az ember azt, hogy titkosítva küld el valamit, nem nyílt levélbe küld el valamit, úgy értem, hogy sima e-mailbe, hanem olyan szolgáltatásokat vesz igénybe, ami titkosítva van, arra egyetlen egy válasz van, csak mert jogom van hozzá. Csak mert jogom van hozzá. Nem kell túldimenzionálni. Senkinek semmi köze nincs semmihez. Tehát szeretném a tevékenységemet valamilyen szinten, erre nagyon-nagyon figyeljünk, valamilyen szinten elrejteni. Látható, hogy a VPN zöld. A utolsó nyíl a VPN és a honlap között az zöld, az egy teljesen, na jó, nagyjából titkosított dolog, véd engem. Az, hogy az internet szolgáltató és a saját géped közötti kommunikáció mennyire van levédve, az már egy kicsit halványabb zöld. Oké? Az internet szolgáltatónak vannak törvényi kötelességei, hogyha én olyat próbálok csinálni az interneten, ami törvényellenes jelen pillanatban, akkor a bíróság, ügyészség, akárki küldhet feléje olyan kérést, hogy hát legyen szíves megmondani, hogy ebbe a pillanatban ezt a tevékenységet az 1-2-3-4-5-6 akármilyen IP címről csinálták, ez az IP cím magához tartozik, ki volt az a manó, aki ezt az IP címet birtokolta, vagy birtokolja jelen pillanatban is. Azaz, arra figyeljünk, hogy nem tudod magadat teljesen elrejteni,
de hogyha be van iktatva a honlap, ahol a tevékenységet elvégezted, amit kifogásolnak, és az internet szolgáltatót közé egy VPN, akkor a honlapon megjelenő IP cím tulajdonosa a VPN. Hogyha megkeresik a VPN-t, ő esetleg más törvények szerint fog élni, amit én ajánlok, az svájci törvények, svájci titkosítás szerint fog élni, eldönt, hogy kiadja vagy nem. De az internet szolgáltatód, az, akivel te kapcsolatban vagy, akinek fizetsz, az jellemzően honi, tehát itthoni. Mindig a saját országodra gondolj, hogyha te jelen pillanatban Új-Zélandon laksz, új-zélandi állampolgár vagy, és új-zélandi internetszolgáltatóval vagy kapcsolatban, akkor az új-zélandi hatóságok simán, egyszerűbben ki tudnak kérni egy adatot az internetszolgáltatótól törvény szerint, de ha esetleg be van iktatva egy tájváni, mondtam egy országot, egy tájváni VPN, akkor először el kell csámborogniuk egy nemzetközi kérelemmel a VPN szolgáltatóhoz, hogy igen, hát láttuk, hogy a maga IP címéről, amit maga birtokol, történt ez az esemény, akkor megkérik, hogy adják ki, hogy kihez tartozik a bejövő kérelem az internet szolgáltatótól, és akkor esetleg megint odafordulhatnak a másik félhez, az internet szolgáltatóhoz. Ez általában macerásabb, mint a honi eljárás, ahol egyszerűen az internet szolgáltatót felkeresik, azaz el tudod rejteni valami szinten tevékenységedet. Nem azt mondom, hogy illegálisat kell csinálni, egyszerűen csak azt mondom, hogy az egyszerű embernek jogos elgondolása az, hogy mindenki, mindenhol kisebb hatóságok ne turkáljanak az életébe, egyszerűen el kell rejteni a tevékenységeinket. Mire jó ez? Ez arra jó, általában, amit a VPN szolgáltatók jó hosszan elmondanak, én összezanzásítom. Ha az adott honlap nálunk nem elérhető, tehát hogyha esetlegesen, és ebbe belefutottam teljesen legális dologba, kerestem Linuxos témába valamit, feldobott egy Reddit fórumot, oda mentem, és az arcomba nyomta az, hogy a maga nyelvterületéről ez a fórum nem elérhető. Oké, ez koreai fórum volt, igazából nem tudom, hogy miért nem elérhető Európából, de nyilvánvalóan megnézte az IP címemet, azt mondta, hogy ez egy magyar IP cím, erről a területről nem elérhető. Hogy miért? Nem tudom, teljesen mindegy, egyébként egyszerű keresés volt egy Linuxos témában. Oksi, de hogyha én olyan VPN szolgáltatót keresek, ami koreai lehetőséget is ad, úgy néz ki az IP címe, hogy az koreai, akkor simán fel tudok lépni arra a szolgáltatásra. De streaming szolgáltatások között is nagyon sok olyan van, ami egyes nyelvterületeken, mondjuk Európában elérhető, de mondjuk Amerikában nem, vagy Amerikában elérhető, adják azokat a filmeket, akármit, ami esetleg Európában nem elérhető. Az IP címet szerint azonosítanak, tehát egy ilyen áll dolgot, egy áll identitást tudsz felvenni, valamilyen korlátozások kikerülésére. Nyilvánvalóan a diktatúrák sem szeretik azt, hogy az egyszerű ember mindenfajta külföldi cuccokat nézeget, ők is tiltják. Nagyon sok VPN szolgáltató egyes államokba, egyes országokba, általuk diktatúrának nevezett országoknak, az állampolgárainak ingyen vagy olcsóbban szokta adni a VPN szolgáltatást. Miért? Mert az információ áramlás nagyon fontos. A másik gondolat, hogy nem akarod, hogy a honlap, fórum, akárki tudja, hogy te ki vagy. Miért? Hát amit mondtam, mert csak. Nem azért, mert rosszat írsz, vagy törvénytelent, gusztustalant, erkölcstelent írsz, hanem egyszerűen nem. Miért nem? Mert nem szeretnéd azt, hogy esetleg későbbiekben valaki megtaláljon, mondva csinált, vagy valós okok miatt, és az orrodra koppincson, hogy akkor milyen véleményt mondtál, propagandát fejtettél ki. Ki tudja, hogy 2 év múlva azok a dolgok, amik jelenleg legálisak, nem lesznek-e propagandák. Ha végignézel a világba, igencsak előszokott az fordulni, hogy ilyen álhír ellenes osztályok jönnek. Odafigyelnek, hogy ki mit terjeszt. Jelen pillanatban éppen Angliából terjednek olyan hírek, hogy bizonyos gondolatok újra megosztása, retweetelése már bűncselekmény lehet.
atyaék, Angliába egy gondolat újra megosztása, nem én mondom, csak megosztom másik gondolatát, belinkelem, az már bűncselekmény lesz, akkor nyilvánvalóan én vészes gyorsággal megnéztem annak a lehetőségét, hogyan tudom az identitásomat elrejteni. Mire nem jó? Na hát ezt nem szokták felsorolni általánosságban. Miért? Mert hát nyilvánvalóan a VPN szolgáltatóknak az az érdeke, hogy mindenki azt higgye, hogy az identitása teljesen védve lesz. Nem. Ami nagyon fontos. Ez csak a kívülről jövő dolgokra vonatkozik, azaz, hogyha valaki leül a gépedhez, ugyanúgy bele fog turkálni az adataidba, ha azok nincsenek titkosítva, mint idáig. Tehát a VPN nem véd meg a fizikai behatolástól, azaz leülök, megnézem, mi van a gépeden. Az internetszolgáltatód ellen se fog megvédeni, tehát a honi törvényeket mindenképp be kell tartani. Miért? Mert az internetszolgáltatód logolja a tevékenységeidet, és értelemszerűen, hogyha rajta folyik, az ő szerverein keresztül folynak a dolgok, ő pontosan látja, hogy éppen ebben a pillanatban torrentezel. Azt is látja, hogy éppen egy YouTube videót nézel. Nem nézegeti, de logolva van. Mi az az IP cím? Mi az a honlap, amit te felkerestél? Hiszen az őneki a feladata, hogy ezt közvetítse. Nyilvánvalóan, hogy ezt meddig teszik el? Meddig kell elrakosgatni, archiválni valóban a törvény szerint fizikálisan, és mennyi a valós idő, amíg elrakják, nyilvánvalóan az minden államban, minden országban más. Egyetlen egy dolgot kell tudni, az internetszolgáltató vállalkozás. Nem állami cég, és nem jótékonyság. Ha ő neki jön egy megkeresés, hogy bocs, de ezt az időszakot szeretnék vizsgálni, erről az emberről szeretnének tudni, ki használta ezt az IP címet, ő neki törvényi kötelessége bizonyos adatokat kiadni. Utána lehet gondolkodni, hogy csúnya dolog vagy nem, de egyet kell tudni, az internetszolgáltatón átfolyó adatokat, hát ő logolni fogja, hogy ez mennyire mély, és mit lehet ebből kiolvasni, ahhoz én nem értek, de el kell mondani, a VPN ezt az oldalát a dolognak nem oldja meg. A másik fele, nagyon fontos, komolyabb ügyekben a VPN kiadja az adataidat, ennyi. Tehát ő tudja, hogy melyik internetszolgáltatótól érkezett a kérés, és hova továbbította. Az, hogy ő meddig tartja ezt nyilván, hogy egy nap alatt kiüríti ezeket az átmeneti tárolókat, vagy nem, vagy évekig nyilván tartja, vagy esetleg összesített adatokat árul, vagy nem, azt én nem fogom tudni megmondani. Nem fogom tudni, mert ez olyan dolog, hogy mindenki azt állít, amit akar. Komolyabb ügyekben a VPN szolgáltató kiadja az adataidat, ennyi, illetve hát az internet szolgáltató adatait, ami egyébként ugyanaz. Azaz, ez nem fog megvédeni téged a törvénytelen dolgoktól, mert egy harmadik személy, a VPN szolgáltató nem jótékonyság. Hogy ő mennyire tartja tiszteletben a magánéletet, egyéb ilyen jogokat, és kinek mit ad át, az mindig kérdéses. Azért lehet itt-ott olvasni olyat, hogy atombiztosnak gondolt szolgáltatók villámgyorsan kérésre nagyhatalmaknak simán kiadták a dolgokat, illetve lehet olyat is, hogy éppen a nem szeretem nagyhatalomnak nem adta ki komolyabb dolgokat sem. Azaz figyeljünk arra, hogy nem azért csináljuk ezt, hogy mi csúnyát csináljunk, nem azért csináljuk ezt, hogy gyerekpornót nézzünk, vagy fegyverkereskedjünk, drogkereskedjünk, csak magánéletvédelme céllal fogjuk ezt csinálni. Amire nagyon figyeljünk, a VPN szolgáltatóig nyitott az információ áramlás. Odáig relatív könnyű megkapni az adatokat, hiszen nincs beiktatva egy álidentitás, hanem amíg odáig eljut a kérés, odáig a kérést küldő az én internet szolgáltatom. Hogy ezt mennyire könnyű visszafejteni, vagy mennyire nem, azt én megint megmondani nem tudom. Én egy kicsit óvatosabb vagyok ilyen téren, azt mondom, hogy a VPN mögött, tehát azon túl, a honlapig azt látni, hogy ő küldte el a kérést, előtte pedig azt látni, hogy én, illetve az internet szolgáltató IP címe lesz az, amit vissza lehet követni. Kettő között van különbség. A VPN szolgáltatóig nincs beiktatva az a védelem, ami mögötte megvan. Összefoglalva.
kapunk egy elfogadható alapszintű védelmet. Nem atombiztos, nem vonatkozik mindenre, de annyit el tudunk érni, ami szerintem egy alap kényelmes dolog, hogy a szemközti felkeresett honlap, fórum, akármi, az nem tud engem egyszerűen beazonosítani. Ezt a beazonosítást még állami szinten is nehézkessé fogjuk tudni egy picit tenni, valóban picit, hiszen egy nemzetközi megkeresést azért általában el szokott fogadni egy vállalkozás, ha pedig nem a vállalkozáshoz küldik meg a kérést, mint például a VPN szolgáltatóhoz, hanem a VPN szolgáltató állami felügyeletéhez, az ottani büntetőjogi akármilyen rendőrséghez, egyébhez, nemzetközi kapcsolatoknál, akkor meg majdnem 101% finoman megmondják nekik, hogy na hát ezeket az adatokat ki kell adni, mert olyat csinált ez az ember, amit nem illik. Azaz nézzük is meg, hogyan lehet egy egyszerű, viszonylag kényelmes, SAC per kb. 3 perc alatt fölállítható, relatív jó kis védelmet összehozni a magánéletünk fele. Hát nézzük meg! Az első lépés természetesen az, hogy regisztrálni kell a szolgáltatásra. A regisztráció egyszerű, főleg abban a helyzetben, hogyha neked van már egy prontonos mail fiókod, akkor annak az adataival tudod használni ezt a szolgáltatást. Ha nincs, akkor természetesen egy Proton mail címet fogsz regisztrálni az egyszerűség kedvéért. Én azt mondom, hogy mindenképp érdemes, hogyha idáig nincs egy Proton mail címet regisztrálni, mert egy kényelmesen használható, ingyenesen használható levelező rendszert fogsz kapni, és azon kívül, hogy mindenkinek Gmailje van, azon kívül azért biztos, ami biztos, tartsunk már egy protonosat is. Svájci cég, megbízható, odafigyelnek az adatbiztonság bizonyos fokára. Megint azt kell mondanom, hogy teljes 100%-osan egyetlen egy cégben, egyetlen egy programban nem szabad megbízni, de van olyan lehetőség, hogy van a Gmail, a Google, ami szivárog úgy, mint a fene, illetve van egy olyan lehetőség, hogy svájci cég, ingyenes regisztráció, és így tovább. Azt hiszem érezzük a különbséget. Egyik se atombiztos, mindegyik pénzből él, mindegyik ki fog adni rólad bármit abban az esetben, hogyha kap egy hivatalos megkeresést. Első lépés természetesen az, hogy elolvasol mindent. Értékeled, hogy ők bizony ingyen adnak neked, illetve különböző díjazással különböző szolgáltatásokat adnak neked. Nagyon fontos, és hát nyilvánvalóan ezért beszélünk róla, van Linux natív asztali megfelelő és jól működő programocskájuk, azaz kényelmesen kattintással tudod ezeket használni. Az installációs folyamatot, amit később bemutatok, itt fogod megtalálni, értelemszerűen rákattintasz, elolvasod és jó. Oké. Érdemes mindent elolvasni, nyilvánvalóan helyi értéken kell kezelni a reklám dolgokat, helyi értéken kell kezelni, hogy nekünk mire van szükségünk próbaként, és véleményem szerint úgy átlag felhasználása az ingyenes lehetőséget fogjuk választani, és hát elindítjuk a regisztrációs folyamatot. Oké, első körben, mint mindenhol, mit látunk? Az, hogy vannak kedvezmények, az, hogy 5 euró vagy 8 euró per hónap, kedvezménnyel, kedvezmény nélkül, ezek nem nagy árak a biztonságért, de jelen pillanatban mi nem ezt szeretnénk választani, hanem az ingyeneset. Itt összehasonlítják a kétféle szolgáltatásukat, le fogunk menni a legaljára, és megnézzük az ingyenes lehetőségeket. Természetesen korlátosabbak, mint a fentiek, ez bennünket jelen pillanatban nem érdekel. Oké. Következő gondolat, rákattintasz, és nyilván földobja a kedvezményes dolgokat, elmondja, hogy nem lehet streamelni, és nem lehet torrentelni az ingyenes lehetősége között, illetve a gyors sebességet, a valóban gyors sebességet, az a VPN sebessége, amit itt látsz, tehát nem lassú, nem lassítja le a rendszeredet, a VPN, ahogy lehet látni nálam, most fut, azaz, ez van, nem torrentezel, nem streamingelsz VPN mögött, egyiket se szeretnénk VPN mögött csinálni, főleg nem ingyenesnél. Oké, rákattintunk,
A kattintás után előjön a szokásos dolog, ha nincs még e-mailed, akkor tudsz egy e-mailt, egy Proton e-mailt regisztrálni, ha van, akkor a bejelentkezésre kattintasz. Bejelentkezésnél megadom az e-mail címemet, megadom a jelszót és bejelentkeztetem magam. Nem szeretném elmenteni természetesen a dolgokat. Bejelentkezés után természetesen elmondja, hogy van fizetős, elmondja, hogy a free az mit tud, illetve a másikak mit tudnak, ez számunkra gyakorlatilag lényegtelen. Mivel bejelentkeztünk, itt a szokásos dolgokat találod meg, meg tudod változtatni a jelszót, nem és ezért mutattam meg a bejelentkezést, ami egyébként nem nagy dolog, hanem hogyha te későbbiekben szeretnél OpenVPN-t használni, ez egy Linuxos cucc, ami a VPN kezelésére van kitalálva, és nem az a grafikus cucc, amit én majd a későbbiekben a telepítésnél bemutatok. Ez egy kicsit összetettebb, érdekesebb, profibb dolog. Itt találod meg a hozzátartozó akármilyen jelszavakat, usernevet, meg a jelszavadat. Oké? Ezért mutattam meg, hogy itt fogod megtalálni. Oké? Én most be is zárom a böngészőt, és telepítsük is a rendszert. A következő lépés az installáció, megkeressük az installációs oldalt, hogyan lehet a Proton VPN, tehát a hozzáadott programot Linuxra letölteni, illetve installálni, elindítani. Az első gondolat az, hogy három darab Linuxhoz van kész megoldásuk, másra is fel lehet rakni, láthatatlanba merem mondani, hogy nagyon sok olyan megoldás van egy kis internetkeresés után, ahol Archra ide-oda fel lehet ezeket rakosgatni. Hát Debian, Ubuntu, Fedora. Megkérdezem, milyen Linuxot használok. Természetesen Linux Mintet használok. Természetesen a Linux Minthez nem a Fedorát fogjuk feltenni, és nem a Debiant, hanem a felettes, tehát az Ubuntu LTS-hez készült dolgokat. Ubuntu, GNOME, nem kell megijedni, attól a GNOME nem kell megijedni, mert futni fog a legtöbb felületen. Azaz Ubuntu kiválasztottuk, hát lehet látni, hogy valahogy így fog kinézni, valóban valahogy így fog kinézni a dolog, és ami sokaknak szörnyű lehet, ezt terminálba lehet installálni, nyitunk egy terminált, ő a Kitty, elteszem egyik oldalra, és ezt elteszem a másik oldalra, kényelmesen elhelyeztem a dolgokat. A következő gondolat, le kell tölteni ezeket az állományokat. Ha le kell tölteni valami állományt, első gondolatunk az, hogy megkérdezzük, megbízunk-e ebben a cégben, aki adja, vagy nem. Nyilvánvalóan a Proton VPN-hez tartozó cég számomra megbízható, így simán telepíteni fogjuk ezeket a dolgokat. A legegyszerűbb, hogy kijelöljük, illetve beillesztjük. Letöltődik egy állomány, rányomsz, letöltődik, villámgyorsan lejön. Oké, el van mentve. A következő lépés, fel kell rakni ezt az állományt. Oké, felrakjuk az állományt, és sudo apt-update parancsot lefuttatjuk, amely szerint lekérdezi az adatbázisokat. Oké, leenterezzük, megadjuk a jelszót, elindul, ennyi. Gyakorlatilag leszokott ez futni, sima installációs. Ha szeretnéd leellenőrizni, és szeretném, hogy ez a pak, ez bizony valide, tehát nem nyúlt valaki bele, természetesen megtehetjük, és azt mondja, hogy rendben van, mindegy. Ilyenkor ellenőrizni érdemes a dolgokat általában. Én úgy gondolom, hogy megbízható helyről is letöltött dolgoknál ellenőrizni kell. Következő lépés, update-eljük a rendszerünket, enterezzük, letölti az összes olyan adatbázist, amire neki szüksége van, és észlelni fogja a változásokat az adatbázisba, amelyeket az előbb megcsináltunk. Következő lépésben installáljuk a programot, ugyanúgy, mint bármi más, tehát teljesen simán fog működni. Oké, nagyon-nagyon-nagyon sok mindent föl fogja sorolni, hogy mit szeretne letölteni, mi elfogadjuk, hogy ezeket szeretné letölteni. Amúgy lehet látni, hogy Python 3-as a háttere, azaz elég sok kisebb fájl le fog jönni. Gyakorlatilag lefut a telepítés pár másodperc alatt, internetsebesség, gépsebesség szerint be fogja állítani a dolgokat. A következő lépés igazából nem olyasmi, ami mindenképp megtendő, de ők azt szokták javasolni, hogy sudo apt-update és upgrade. A mind a kettőt elvégezzük megszokásból, tehát megint letöltődik az az adatbázis, amivel dolgozni lehet,
illetve megint upgrade-eljük a legfrissebb verzióra, hozzuk a rendszerünket, az előbb is megcsináltuk. Ő azt mondta, hogy igen, hát ezt meg kellene csinálni, következő lépés. A következő lépés opcionális, mi ez? A GNOME panelra egy kis ikont tudunk elhelyezni, és onnan vezérelni a dolgokat. Mivel én nem GNOME-ot használok, nekem nem kell. Utána elindítjuk a programot, rákattintunk, beírjuk, hogy Pro, és kiadja, hogy Proton VPN. Nyilvánvalóan el fogjuk indítani. Indítás után a program elindul, be fogja kérni az azonosításodat, tehát a user nevedet és a jelszavadat, ezt megadod, egyértelmű. Mint ahogy bármilyen bejelentkezésnél megadod. A következő lépés micsoda? A következő lépés az, hogy megadod, hogy melyik ország szerveréhez szeretnéltek csatlakozni. Nyilván a free megoldásnál van a japán, a holland és a Egyesült Államok. Hogy te melyiket választod, az teljesen mindegy. Miért? A többi egyéb ország az csak fizetős részbe elérhető. Tehát ha úgy szeretnéd használni, hogy albán IP címed legyen, mert az albán dolgokhoz szeretnél hozzáférni, ami más országban lévő emberkéknek, mondjuk magyaroknak nem elérhető, mert ilyen korlátozáson, akkor elő kell fizetni. Ha egy normál használatra használod ezt a VPN-t, akkor természetesen bármelyiket kiválaszthatod. Az, hogy melyiknek mennyi a sebessége, az gyakorlatilag változik. Ide kattintva megnézheted a leterheltséget, és a japánon belül, a japán free szerveren belül is tudsz választani, hogy melyiket szeretnéd, nyilvánvalóan azt szeretnéd kiválasztani, aminek a leterheltsége a legkisebb, vagy egyszerűen a connectre nyomsz, és akkor ő kiválasztja neked ideálisat. Én most átköltözök villámgyorsan Japánba, és elméletileg úgy nézek ki, mint egy japán. A következő gondolat mit jelent az, hogy úgy nézek ki? Hát természetesen az IP címem japán lesz, tehát a külső szemlélő szerint én valahol Japánban élek. Nézzük is meg, hol élek én éppen jelenleg Japánban. El is indítom az honlapot, rákattintok, és ő megállapítja, hogy mi az én kívülről látható IP címem, ez. És ahogy lehet látni, Japánban vagyok, hogy elhiggyétek, hogy Japánban vagyok, ott lehet látni, hogy ez bizony egy japán IP cím. Ennyi a dolog. Természetesen ki tudod kapcsolni, természetesen ki be tudod kapcsolni. Amit mindenképp tudni kell. Egy picit lelassul a dolog. Miért? Mert beiktattál egy erőteljes szervert, amiért te nem fizetsz. Azaz, akárhogy nézzük, akármennyire szeretjük az ingyenes dolgokat, bizony mi háttérbe kerülünk a fizetős vendéggel kapcsolatba, hiszen az elsőbség az övé. Mi a tapasztalatom? Pár napos használat alatt azt tapasztaltam, hogy lényeges változás nincs a sebességben. Értsük azt, hogy nagyon szépen lehet videót nézni, nagyon szépen lehet például internetezni, a honlapok gyorsan megjelennek, de nem olyan gyorsan, mint amikor kikapcsolom a VPN-t. Vannak olyan kötöttségek, nyilvánvalóan, amiket te nem tudsz igénybe venni egy ingyenes szolgáltatásba, de én úgy gondolom, hogy ez a megoldás egy megbízható svájci cégtől ingyenesen elérhető, állítások szerint örökre ingyenesen elérhető szolgáltatást mindenképp érdemes kipróbálni. Miért? Mert ingyenes. Kibe kapcsolni lehet, tehát hogyha nem akarsz VPN mögött csücsülni, mert lassú, vagy legalábbis úgy érzed, hogy lassú, ki tudod kapcsolni, de ott, ahol te szeretnéd azt, hogy a szemközti oldalon lévő honlap ne tudja, hogy te hol laksz, tehát ne tudjon beazonosítani IP szerint, ott bizony ezt lehet használni, érdemes is használni, legalábbis ez az én magánvéleményem. Az elején elmondott elméleti gondolatok mentén még egyszer megismétlem, ez nem arra való, hogy te illegális dolgokat tegyél. De vannak olyan korlátozások, vagy vannak olyan elvi dolgok, ami mentén én úgy gondolom, hogy egy VPN használata, főleg ha az ingyenes, főleg az, hogyha az nem lassítja le a te munkafolyamataidat, szórakozásodat, egyebeket, azt mindenképp érdemes legalább tallonban tartani, és amikor kell ki, és bekapcsolgatni. Ide kattintva visszaállítod az alapállapotot, és amikor szeretnéd, vissza tudod kapcsolni. Köszi szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok, sziasztok!